Na srácok, üdv újra itt, akkor az Old Quartenstein 3D végigjátszásunknál a következő epizódot fogjuk elkezdeni, úgyhogy nem is húzom az időt, meg nem megyek nyugdíjba még, mint hogy írja ott legalul az a cucc, ahol eltűntek a szép gémjeim a fenébe. Na mindegy, nyomunk megint egy old game-et, és a Dance Disco Führer nevezetű epizód fog következni. Szerintem ugyanazon a fokozaton, mint a másik, hogy ezért ne legyen annyira brutális, és megint itt hagyok nektek egy kis olvasnivalót, állítsátok meg a videót és fordítsátok le. Én most inkább a gameplayre összpontosítok, mint erre. Így, még egy oldal vissza van. Jó, és akkor szerintem, hogy nem húzzam túlságosan az időt, vágjunk is bele. Wow, mi ez a zene? Itt tényleg valami nagy diszkó van készülőben, és az a helyzet, hogy ha jól látom, akkor... Na, azt hittem, hogy nem fog kinyílni, de... Ezek szerint mégis, és így érdemes volt körbenézni ott bent. Nem kimondottan a kutyára akarom pazarolni a lőszert. Pá! Ugyanis szerencsétlenek nem dobnak semmit, hogy le kéne lőni őket ez miatt. Na, secret, esetleg itt. Pálya elején mindjárt, ugye, hogy ugye az alapból 3D-ben volt. Aztán tényleg diszkó ezerrel. Akár be is ugorhatnánk. Volt egy szoba, ahol semmi nem volt. Még jó, hogy nem olyan gyors reakciójú a hősünk. Különben kilőni az összes töltényt. Szevasztok. Még ne vegyetek észre, ha lehet. Alarm! 29 töltény, az a baj, hogy ez így túl durva fogyasztás, amit csinálok. Na, ott van egy eldugva. Meg nagy mozgolódás van. Köhögéssel természetesen. Semmi rejtett zóna. Meg hallom, egy páran észrevették a lődözést. Jól van, fiúk, most már tegyetek be új zeneszámot, mert ez egyre monotonabb. Nincs semmi meglepét, tényleg. Akarok visszamenni. Dobd már fel a talpad, léci. Na. Ha jól céloztok, akkor végül is lehet vele nem csak hogy spórolni a lőszert, hanem pluszba szerezni még egy keveset. Érdekes ez a pálya amúgy. Félretéve azt, hogy folyamatosan egy monoton diszkó zene megy. A
Bár nekem alapjáraton nincsen bajom az a diszkó zenével, csak hogy ez ilyen végtelenített loop volt valami. Problémád van? Nagyon mellé ment. Pedig aztán Wolf 3D játékokat, hogyha ismeritek, akkor tudjátok, hogy nem kell nagyon célozni sem. Én úgy nézem, hogy nem nagyon fogok titkot találni. Miért olyan ismerős ez a zóna? Vagy csak hasonlít valamire? Aha. Szóval ezért ismerős. Kulcsos ajtó. Távolban lévő kutyát lelőttem, aki meg az orrom előtt volt, annak semmi baja nem lett. Tényleg kár lődözni őket, hogyha nem támadnának, akkor hozzájuk se nyúlnék. Semmi dropot nem dobnak. Előbb szerintem a másik oldalt nézem meg. Szerintem is. A kutya is észrevette, hogy itt vagyok. Hát te! Mocskos vérebb, gyere ide, ne ott szórakozz! Hogy fogyaszd a lőszerem! Ezekben most egy kicsit túl sok van talán. Oh, hello! Semmiből előbukkantál? Na, hadd nézzek körbe, nehogy elhagyjak valami övedéket. Jó cakát. Remélem nem jól értem azt, hogy csak a mellélövésnek van ez a repülőgolyó effektje. Oké, ez itt üres, meg össze-vissza van hányva a terület. Ott van lőszer. Jobban kéne figyelnem, mert a sarokban bujkálnak. Lőszer. Aha, itt van még valaki. Köhítsél csak nyugodtan. Ennyi belefér. Mindjárt visszatankolom ezt az életet. Ó, nem is szúrom ki, hogy itt a kulcs. Ez jó lövés volt, pedig véletlenszerűen adtam le. Oké, menjünk vissza. Mondó vagyok a kulcsos ajtó felé. És van mögötte. Sok hányás. Kevés lőszer. Secret sajnos még mindig nincs. Még egy kulcsos ajtó.
De már aranykulcs kell, de ennyi aranyhányás között nem igazán fogom megtalálni az aranykulcsot. Nézem, itt mindenki részeg volt, mert annyi aranyhányás. Mondjuk, hogy beszélgettek, de aztán megzavartam őket. Néha túl jól bírják. Ez vezet valamerre ez a hányás vajon? Kutya? Már csak volt. Pont ezt mondtam. Pár perccel korábban pont ezt mondtam, hogy a távolba lévő kutyát simán kinyírom, ami a közvetlen közelemben van, azt el se találom. Settenkedő mód, de szerintem itt kádozott össze-vissza, vagy mi. Nagyon el voltak, mert nem hallották meg azt se, hogy lelőm a társaikat. Te mit műveltél itt, barátocskám? Itt az aranykulcs a WC-ben, értitek? Oké, nézzük, hogy van-e bármi. Bármi meglepi. Az okádások ugyanis ide vezetnek. Ezek szerint nem igazán. Ki lehetne maxolni a pályát, de tök felesleges. Aztán lehet, hogy az összes szikretet, amit ledobtak a készítők, azt így simán elkerültem. Láttam, itt van a aranyos ajtó. Ez igen! Aztán tudjátok, hogy hogy kell felturbózni egy játékot. Na, akkor első szint úgy néz ki vége. 11 perc alatt ittem végig, és nem sokára jövök a következővel, srácok, addig. Hogyha tetszett, akkor tudjátok a dolgotok, és hamarosan folytatása következik, mint mondtam. Sziasztok!